Jokó nevezettű feladat, ez a harmadik feladat volt. Össze letöltöm a forrásokat. És elviekben a letöltések mappából kell lennie. Kimásolom a teljes mappát. Azt arra beillesztem, és ebbe fogok dolgozni. Ebbe, meg ebből. Kell nekünk a feladatsor. És kelleni fog egy Visual Studio kód. Az első az az, hogy megnyitom a mappát, amiben dolgozni fogok. Ez ugye most az asztalon, ha minden igaz, a harmadik feladat mappa. Megnézem, hogy tényleg csak azok vannak-e benne, 13. És itt is 13 fáj van. Jó. Na. Megnyitottam ezt a mappát, és ebbe fogok dolgozni. Itt a feladatsor, a Visual Studio Code. A Welcome képernyőt bezárom, és már nézzük. Következő feladatban egy weboldalt kell készítenie, illetve befejeznie a feladat leírás és minta szerint. A feladat megoldása során a forrás mappában lévő állományokat kell felhasználnia, illetve módosítanunk. Az elkészült weboldalt a kapcsolódó állományokkal a Yoku mappába helyezzük el. Hát ez most nem fog megtörténni, de majd talán. Ha nem felejtem el, akkor átmásolom egy Yoku mappába, vagy átnevezem a mappát Yoku. A formázási beállításokat a Yoku CSS stílus állományban végezze el, a kész weboldalról mintát a következő oldalon talál, illetve a minta JPG-s, mint a PDF állományokban is megtalálja a források között. Megnyitom a minta PDF-et. Jó. Nyissa meg az index HTML állományt. Ugye itt a mappa, ami minden, ami a Yoku, vagy hát most nekem a harmadik feladat nevű a mappában van. Az index HTML-en és a CSS-en biztos, hogy dolgoznunk kell. Na. Csak sikerült. Jó, hát itt látszik, hogy azért ezt az oldalt már tényleg elkezdték. Doctype HTML, mert hogy ez egy HTML5-ös dokumentum. HTML per HTML, a fejrész, a body, ez az egész a body. Body-n belül van egy nagy div, egy nagy keret, ez több részre van osztva, van egy header, azaz egy fejrész, van egy hát szekciónak nevezett rész, aztán van egy másik szekció, ami a kurzusokról szól, ez az első szekció volt a home, második szekció kurzusok, kurzusokon belül látunk, van ilyen, hogy article, hát az cikket jelent, több cikk, hogy lecik a képeket, egy ilyen figure nevezetű HTML-tekbe helyezték el. Ezt nem ismerem, ezt a HTML-teget, de mindjárt megnézzük. HTML, represents multi-level heading, többszintű fejrész, egy-egy szekciónak a dokumentumban például, itt mutat rá példát, főcím, alatta egy alcím, és ez van ebbe a A-grupba benne. Jó, van hozzá egy bekezdés ehhez a részhez, aztán következő cikk, megint egy kép, megint ez a H group hozzá a bekezdés. Aztán van egy ilyen oldalsó részünk.
azt mondja, hogy kicsit arrébb érzi el, mint ahol, vagy mellette helyezi el a többihez képest. Asszájt H4. Jó, tehát ez is benne van. Ezek olyan tegek, amiket én nem nagyon, vagy nagyon ritkán használok, látok. Itt is van egy szekció, popular recipes, az kedvelt receptek, és akkor itt különböző linkek, amik igazából nem mutatnak sehova, de linkek. Jó, hát akkor ebből kell kiindulnunk. A CSS-ben nagyon sok minden van már előre definiálva, ezt valószínű módosítanunk kell, vagy átírnunk, vagy bővítenünk. Ha bővítenünk kell, akkor ezt célszerű mindig a végére írni. Nem csak úgy össze-vissza. Na, nézzük, hogy mi a konkrét feladat. Nyissa meg az index HTML állományt, ez megtörtént. Állítsa be a HTML tulajdonságokkal az ODL kódolását UTF-8-ra, a nyelvet angolra. Hát akkor kezdjük a nyelvvel. HTML lang, ugye nyelv, egyenlő angol, akkor az EN. A magyar az ugye hu, ezt már szerintem mutattam, de azért megmutatom még egyszer. HTML lang tag, vagyis attribútum, HTML lang attribútum, és akkor itt leírja, hogy ez mire jó. És van egy olyan rész, hát persze, hogy ez nem az, akkor csak simán HTML long, ez az, ezt akartam megmutatni, hogy itt az nyelvi kódok vannak. Nem országkódok, hanem nyelvi kódok. Itt szépen egymás alatt végig lehet nézni, és akkor lehet megkeresni azt az országot, ami nekünk kell. Ugye nekünk most Anglia kéne, vagy hát az angol nyelv, English, N. Azt is írtam be. Következő, állítsuk be az oldal kódolását UTF-8-ra. Az egy meta tag, ami ugye a fejrészbe jön. Meta. Meta. Ugye ez a karakter kódolás, ez a karszet. UTF. 8. A böngésző cím sorában megjelenő cím Yoko's Kitchen legyen. Ez ugye megint a head részben található, ez a title nevezetű HTML tag. Beírjuk a szöveget, hogy Yoko, apostrof, s, kitöltő, n. Jó. A böngésző címsorom az megvolt, a weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozást a Yoko CSS stíluslapra. Ugye a stíluslap az megvan már, csak el kell helyezni egy hivatkozást, ezt megint a fejrészbe szoktuk belerakni. Hivatkozás az link, kiválasztom azt, hogy CSS hivatkozást akarok, és ide beírom, hogy a Yoko CSS oldal legyen hozzá kapcsolva, hozzá linkelve. Formázza az oldal teljes tartalmát tartalmazó div elemet a wrapper azonosító kijelölő felhasználásával. Ez, előbb mutattam, hogy ez az a div, ami az egész oldalra vonatkozik, tehát törzsben, bodyban, testben levő nagy div, ezt kell a wrapper azonosítóval. Ugye, ha azonosító kijelölő az ID, és be kell írni, hogy wrapper. Ez biztos itt definiálva van, így is van, itt van megadva a wrappernek a beállítása a CSS-be. Tehát nekünk csak hivatkozni kellett rá most. A header tag első gyerekeként szúrja be a header JPG képet. Header tag első gyerekeként szúrjuk be a képet. Ha belemegyek a header-be, az első, amit itt használni fogunk, akkor az az image. Azt mondja, a header.jpg képet kell nekünk használni. Hát nem mond
Ja, de mondja, ha a kép fölé visszük az egeret, vagy a kép valamiért nem jeleníthető meg, akkor mindkét esetben a header szöveg jelenjen meg. Ugye alapból itt van ez az alternate. Ha valamiért nem tudja betölteni a képet, akkor ezt a szöveget írja ki. HTML alt. Itt van. Alternative information. Tehát alternatív információt ad meg a képről. Ha valamiért a kép nem tudna betölteni, akkor tényleg ez jelenik meg. He a der. Ezt a szöveget kell megjelenítenie. És hogyha fölé visszük az egeret, akkor is ennek a szövegnek kell megjelennie. Ez egy olyan dolog, ami a képen belül a title, és ide is a header nevezetű szöveg kell. Most mentek, és megnézem a böngészőben, hogy per pillanat hogy néz ki. Előtte nem néztem meg, hogy előtte milyen volt, most ilyen. Itt a kép, ráviszem az egeret, kiírja egy header, és ha valamiért elrontottam volna a kép nevét, mondjuk belerakok egy alulvonást, és nem tudja megjeleníteni a képet, akkor szintén a header szöveg jelenik meg, tehát mindkét beállításról. Jó, most visszaállítok mindent, hogy működőképes legyen a dolog. Nézzük tovább. A header tag második gyermeke egy navigációs sáv, nav tag. Ezt nekünk már ide is rakták. Készítsen ebbe felsorolást a menüpontok belül, vagy a menüpontokhoz, a minta szerint a felsorolás minden eleme link legyen, mely a kettős kereszt, azaz a null értékre hivatkozik. Azaz lesz ott egy hivatkozás, ami hát igazából nem mutat sehova. Na nézzük, ugye felsorolásról beszél, ez valószínű nem számozott felsorolás lesz, hanem számozatlan, azaz rendezetlen lista. Azt mondja, hogy UL, beírja per UL-t is, és akkor a kettő közé jönnek majd a felsorolás pontjai. Lista elem, list item, és nézem a mintát, kell egy olyan, hogy home. Következő lista elem, kell egy olyan, hogy classes, osztályok, kell egy olyan, hogy recipes, hát ez receptek, gondolom én, kell egy olyan, hogy li és about, az biztos a about, a cégről, vagy erről a Joko konyhájáról, vagy Joko's Kitchenről ad információt, és van egy kontakt, azaz kapcsolat. És akkor nézzük meg, hogy hogyan kell a HTML-en belül a linket megcsinálni. Ugye a link az A-val kezdődik. Most én úgy csinálom, hogy beírom a zárójeleket, beleírom, hogy A, href. És azt mondta, hogy a linkeknek a kettős keresztre kell, azaz a null hivatkozásra kell mutatnia. Így van. Ez a felsorolás pont, az egész felsorolás pont egy hivatkozás lesz a vége, akkor itt lesz. Kimásolom, beillesztem. Arra kell figyelni, hogy ő automatikusan ide rakta a peralt, holott nekünk a peral sor végére kell, tehát egére kijelölöm, és drag and drop módszerrel azon megfogom, azt átviszem a megfelelő helyre a peralt. Jó, ez így most szépen a hivatkozás. Itt a weboldal, ha frissítem, akkor itt vannak a felsorolásnak a pontjai. Hát ez még nem olyan, mint amilyen a mintában van, de majd mindjárt megoldjuk. A wrapper azonosítójú keretben utolsó elemként, na nézzük meg először, wrapper, wrapper azonosítójú elem, ez itt van, a végén helyezzen el, tehát akkor ez a div,
keret, ami a wrapper azonosítót kapta, azon belül utolsó elemként hozzon létre egy footer taget. Akkor ide jön az, hogy footer, és ezen belül el kell helyeznünk ezt a C betű, bekarikázva 2011 Okos Kitchen. Na most az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy a Visual Studio-ban, vagyis a Visual Studio Code van, hogyan kell ezt a bekarikázott C betűt megcsinálni. Megmutatom a számomra logikus módszert. Ugye az összes többi szöveget, már ha tudnék írni, beírtam, tehát a 2011 Okos Kitchen, az megvan. Ide elé kéne az a C betű, a bekarikázott C betű. De nem tudom, hogy itt hogyan kell. Lehet, hogy a beszúráson belül van ilyen, hogy... De nem ez, azt szúrja be. Szóval lehet, hogy valahol be lehet szúrni ilyen speciális karaktereket. Én most józan paraszti ésszel azt mondom, hogy elindítok egy Word-öt. A Word-ben beszúrok egy ilyen C betűt. Ugye az ilyen érdekes karakterek a Word-ben a szimbólumok között vannak, és milyen furcsa, itt vannak a szimbólumok, és egyből itt van. Ha nem lenne itt, ugye a további szimbólumok meg lehetne keresni, de itt van. Beszúrom ezt a C betűt, kijelölöm, csak a C betűt, nem az teljes bekezdést. C betű, bekarikázott C betű, Ctrl-C-vel kimásolom, a Word-re már nincs szükségem, nem mentem el, és ide a Visual Studio kódban megfelelő helyre beillesztem. És akkor ott van a C betű, a bekarikázott C betű. Jó. Oké, és hát akkor a feladat első része úgy tűnik megvan. Most jön a kicsit nehezebb rész, amihez fogok használni én is az interneten megtalálható segítséget. Bizonyos dolgokat biztos, hogy nem fogok tudni fejből. Állítsa be új szelektor létrehozásával a fejléc header magasságát 202 pontra. Ja, igen, úgy kezdődik, hogy a következő módosításokat, beállításokat, vagy beállításokat, módosításokat a stíluslapon végezze, azaz a CSS-be. De amit itt eddig módosítottam, azt mind mentem. Kontrollás. Átmegyek a CSS-be, de azért meg tudjuk nézni, hogy mit alkottunk. Milyen jó, ide alulra megjelent a footer, és kiterjesztette ezt az egész fehér hátteret. Ugye látszódott, milyen volt előttem, most azért kicsit már jobban hasonlít rá. De még mindig nem teljesen, csak jobban. Tehát ott tartottunk, hogy új szelektor létrehozásával. Hát rákeresek, hogy hát ha van már ilyen. Azt mondja, hogy nem talált ilyet. Ctrl-F a keresés. Jó, akkor lemegyünk a végéig. És tényleg létrehozzuk. Hát van, amikor figyelmetlen vagyok, és úgy adom ki a forrásfájlokat, hogy lehet, hogy benne van a megoldás is. Szóval itt a header, és az kell, hogy a magasságát állítsuk be. A magasság az a height, és beállítjuk 202 pontra, azaz 200 pixelre mentünk. Hát sok változás nem hiszem, hogy fog történni. Itt ennek a magassága kéne, hogy változzon, vagy hát ennek a magassága. Jó, beállítottam. Nézzük tovább. Végezzel azt a beállítást, amelynek köszönhetően a navigációs menüben, nav, a menüpontok egymás mellett jelennek meg. Na nézzük, mi van itt. Van-e olyan nav? Van ilyen, nav footer, nav UL, nav li, nav li, nav li. Tehát itt a CSS-ben mindig úgy csináltuk ideig, hogy külön-külön szelektorokat hoztunk létre. De ha ugyanaz a beállítás kell két különböző dologra, akkor azt így vesszővel elválasztva föl lehet sorolni. Most ez azt jelenti, hogy a nav nevezetű elemnek, vagy tagnek, meg a footer nevezetűnek is, mind a kettőnek ugyanezek a beállításai. Tehát olyan, mintha két különböző szelektort hozott volna létre ugyanazokkal a beállításokkal, de nem. Ez a navon belül az UL elemre vonatkozik. Tehát egy nav, és azon belül az UL.
ilyen beállításai vannak. Navon belül elijelem, ilyen beállításai vannak. Navon belül elijelem, azon belül ez a hivatkozás, és a hivatkozás színe. Jó, tehát ez ilyen, hogy mondjam, halmozzák az élvezetet. Tehát több beállítást egymás után egyszerre megtesznek. Nav, L-I, A, azaz hivatkozás, hover, az a hover, ha fölé viszem az egeret, nav, L-I, A, current. Tehát amin éppen rajta állok, azon a hivatkozásnak milyen színe legyen. Nincs még beállítva rendesen, de ilyen beállítások vannak most. Nekünk a navra vonatkozóan kell valami beállítást csinálni, úgyhogy mindjárt megtesszük. Az a beállítás, amire nekünk most szükségünk van, az a kinézetre, vagy hát, hogy hogyan jelenjen meg, arra vonatkozik. Nem fejből tudom, tehát keresgéltem azért előtte. Ez a display nevezetű HTML vagy CSS beállítás. Na mondjuk itt van. CSS display. Ezt fogjuk használni, ezt a display-t, és azon belül további beállításokat. Hogyan viselkedjen a kijelzőn az adott elem? Azt jelenti, ugye per pillanat nekünk több sorba jelenik meg, rá kéne erőltetnünk azt, hogy egy sorba jelenjen meg. Hát vajon melyik lehet? Vagy ez a display inline, vagy ez a display inline block. Mindjárt megnézzük, hogy melyik micsoda. Úgy állítja be az elemet, hogy ez egy teljes sorként jelenjen meg. A magasság és szélesség beállításokat nem fogja figyelembe venni. Jó, és ez az inline block. De hasonlóan működik, csak megengedi a szélesség és magasság beállításokat, hogy azok működjenek. Akkor szerintem ezt kéne nekünk használni. Az egyes felsorolás pontokra, tehát nem a navra, mert kipróbálhatjuk, hogy a navnál mit fog csinálni. Display inline kötőjel block. Na, kíváncsi vagyok, hogyha ide rakom, akkor ez jó lesz-e. Nem, ez ugye a teljes navigációs sávra vonatkozik. Tehát látszik, hogy itt a sáv összement. Tehát ez nem ide kell, de ezt fog kelleni használni. Ha a felsorolás pont, tehát a teljes felsorolásra használom, az igazából nem okozott változást, tehát megint nem jó helyen vagyunk, de a felsorolás egyes pontjaira az már szerintem jó lesz. Így van, a felsorolás egyes pontjaira kellett használni. Jó, tehát display inline block nevezetű CSS beállítás. Jó, szeretném, ha azt is megtanulnátok, hogy hogyan, hol lehet keresni, hatékonyan keresni. Jó, nem mindig az első találata jó, de az biztos, hogy a legtöbb esetben, sőt, szinte mindig, ha www.v3schools.com jön be találatként, ott biztos, hogy jó megoldást fogtok találni. Hirtelen akartam mondani, van még egy oldal, ami nagyon jó, stackoverflow.com, ott is rengeteg találat van. Itt ugye ilyen normális leírások vannak, mintákkal, amit ki is lehet próbálni, tehát itt van mondjuk a nyelvi kódra vonatkozót azt pont nem lehet kipróbálni, de mondjuk itt van az aside tag, amit ki lehet próbálni. Try, és akkor itt lehet szerkeszteni a HTML kódot, ha az ember ránul a run-ra, akkor lefordítja ezt a HTML kódot, és itt a másik oldalon
jobb oldalon látszódik, hogy mi lenne az eredmény. Ez csak információt ad. Itt van mondjuk a Try Yourself image-nél, képnél. Mondjuk átírom 420-ra, azt mondom run, látszik, hogy szépen megnövelte a kép méretét. Hát ugye ez egy elég kicsi kép, kis felbontású kép, hát nem egy szép dolog, de mondjuk a H1-et átírom H2-re, azt mondom run, akkor ez ugye kettes szintű címsor lesz. Jó, tehát itt lehet próbálkozni, szerintem nagyon jó ez a v3squiz.com. Na, térjünk vissza. Oldja meg új szelektor létrehozásával, hogy az article tagen belüli bekezdések sorkizárt stílusúak legyenek. Tehát van nekünk itt article, és az article-en belül a p. Máshol is használjuk a p-t. Nem igazán. Itt van a p-re vonatkozóan valami beállítás. Nem igazán. Nem baj. De a feladatunk úgy fogalmazott, hogy ne az összes bekezdés, hanem csak az article-ön belüli bekezdés. Most az, ugye az article is létező HTML tag, meg a P is egy létező HTML tag, így egymás után írom. Ez azt fogja jelenteni, hogy az article-ön belül használt P, azaz bekezdésekre legyen igaz ez a beállítás, amit itt most meg fogok csinálni. Azt mondja, hogy bekezdések sorkizártak legyenek. Az ugye egy szövegigazítás, tehát egy text align nevezetű beállítás, és a justify, az a sorkizárás. Következő. Állítsa be új szelektor létrehozásával, hogy az aside tag szélessége 230 képpont, baloldali belső margója 20 képpont, állítsa be, hogy az aside tag jobbra lebegjen. Jó, tehát akkor aside taget kell nekünk módosítanunk. Rákeresek, biztos, ami biztos, hogy van-e ilyen. Ugye olyan van, ami az aside-on belüli szekció, azon belül a hivatkozás, aside szekció, hivatkozás, amikor fölé viszem az egeret, aside-on belüli H2, és más nincs. Tehát sima aside nincs. Akkor nézzük. Aside nevezetű szelektor, és jönnek a beállítások. Azt mondja, hogy szélessége 230 képpont legyen, akkor a szélesség az a wide, 230 pixel. Bal oldali belső margója. A külső margó az a margin, a belső margó az a padding. Hát akkor padding. Bal oldali kell nekünk. Akkor padding left. 20 pixel. Állítsa be, hogy az aside tag jobbra lebegjen. Ugye a lebegés az a float nevezeti tulajdonság, tehát akkor float és jobbra, akkor ez a right. Mentek, és most megnézem, hogy hol tartunk ebbe a weboldalba. Itt oldalt megjelent ez a aside nevezeti dolog, és azon belül a hivatkozások, amiket mondhat a feladat. Hát kezd alakulni, ugye? Tehát most már a kinézet az nagyon hasonló, még azért variálni kell bizonyos dolgokat, mondjuk a hiperhivatkozásokat, és tovább, hogy ilyen legyen, mint itt van a mintába. Tehát ilyen a minta, és ilyen a miénk per pillanat. És ezt a kettőt egymás mellé rakom, mondom egymás mellé rakom, akkor látszik, hogy itt még a színek nem igazán stimmelnek. Pedig kéne stimmelniük, nem tudom miért, na mindegy, ezt majd megnézem. Itt a feliratok jók, formázások jók, itt nem jók a hiperhivatkozások színei. De majd mindjárt javítunk rajta.
Még egy feladat van, leírás szerint, amit még nem csináltunk meg. No. Nem is egy, kettő. Oldja meg új szelektor létrehozásával, hogy az aszály tegen belüli hivatkozások színe ilyen színkódú legyen, és ne legyenek aláhúzva. No, új hivatkozás létrehozásával. Aszály section A, aszály section hover, A hover. Jó. Tehát akkor simán szerintem, ha azt mondjuk, hogy aszály, azon belül ugye ez a hiperhivatkozás, illetve hivatkozások, és akkor színt kell beállítani, color, kettős kereszt, DE, 6181, amilyen színt már használtunk ebbe a CSS-be, azt, és elkezdem bepötyögni, azt egy felismeri, és akkor ki lehet választani. Tehát itt valahol korábban már használtál ezt a színt, az, aki létrehozta ezt a CSS-t, és akkor vagy hát nem megjegyzi, csak felismeri, hogy valami hasonlót kezdtem el pötyögni, és hát, ha azt akarom használni, felajánlja a lehetőséget. Jó. Ne legyenek aláhúzva. Hát, az aláhúzás az valamiféle text dekoráció. Itt van ugye, hogy underline. Azt mondja, hogy ne legyen aláhúzva. Hát ha mondjuk azt mondom, hogy non, az töröl minden korábbi beállítást, ha volt. Na nézzük meg, hogy milyen lett a módosítás után. Hát ilyen. Valahogy itt a paddinggal valamit elrontottam, de na majd mindjárt beállít, megnézzük. Na mindegy, folytassuk tovább. Itt a feladatunk, itt pedig a Visual Studio kódunk. Padding left, azt mondta baloldali. Bal mellső margó 20 képpont, pedig azt mondta. A szájteg jobbra lejjelegjen, az is meg volt. Nem tudom. Na mindegy, állítsa be egy darab új szelektor létrehozásával, hogy a H1, H2 és H3 címsor szintek ne legyenek félkövér stílusúak. Ugye itt van H1, H2, H3, vagy legalábbis a H2, H3, H1-be is volt egy. Kell nekünk egy új azonosítót létrehozni, és azzal megoldanunk. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan. H1, vesző H2, vesző H3, és azt mondja, hogy ne legyenek félkövér stílusúak. Font weight normál. Ugye ez azt jelenti, hogy a betűvastagság, betűsúly, ez milyen legyen. Ha normálisra állítom, akkor elméletileg nem lesz félkövér. Így van. De ettől még nem néz ki ugyanúgy, mint ahogy a mintában van. Tehát vannak bajok. De mindegy. Ez volt a feladatnak az a része, amit a leírás alapján kellett megcsinálni. De szerintem itt ez a 20 pontos margó, ez nem igazán jó. A szájdelem. Szekcióval nézzük, az a szájdon belül van egy másik. Miért rakod a ilyen marha? Itt, ezen a részen a populár recipient és illetve a függőleges vonal között nagynak tartom a távolságot. Itt a szekció, article,
szekció vége. Szekcióra, azt mondja border. Popular recipes. Igen. Ez az a side. Hát nem tudom miért ilyen, de itt lehet látni, hogy az aside-nál ott a belső margó. Külső margó az nincs, mégis ott egy elég nagy távolság van a kettő között, nem baj. Ha így kérte a feladat, akkor biztos megvan az oka, hogy miért így kérte. Igazából sehol sem látok olyan beállítást, ami ezt befolyásolná. Article, feel, image. Második cikk, szekció végek. Szélesség 659. Osztályoknak a szélessége 230, belső margó 20 pixel. Float. Mintha nem is figyelné azt a paddik leftet. Nem mindegy. Beállítottuk. Az a lényeg. És hát itt a színekkel van nekem nagy problémám. Hogy mintha nem lennének jók, de mindjárt javítunk. Na, idefélre. Picit. Jó, a színre valószínű rájöttem, mert ugye itt nav, eli és azon belül az a. Nálunk meg úgy épül föl, hogy nav, ul, a és azon. Tehát ezt a lin belülre fogom rakni. Ezeket a hivatkozásokat, és akkor elméletileg a színnek a főmenüben jónak kell lennie. Fordított sorrendben gondoltam, mint ahogy. Tehát, hogy az egész felsorolás pontot én egy hivatkozásba raktam, nem csak a szöveget. Valószínű, hogy aki a feladatot kitalálta, az úgy gondolta, hogy csak a szövegnek kell hivatkozásnak lennie. Na, frissítek. Ó, most már az is jó. Tehát eddig kék volt. Most már működnek a beállítások. Ugye hiába kattintok bármire, mert hogy a kettős keresztre az a null értékre hivatkozik. Magyarul sehova. Na, elég sokáig nézegettem az én megoldásomat, meg a mintát. És hát most azt feltételezem per pillanat, hogy rosszul van írva itt. Nem belső margót, hanem külső margót akar állítatni. Visszamegyek a CSS-be. És megnézzük, hogy mi van akkor, ha nem belső margót, azaz nem a paddingot állítjuk, hanem a külső margót. Akkor jobban fog-e hasonlítani a mintához. Hát nem sok változás történt. Mentés, mentés, mentés. Akkor még gondolkodok egy kicsit. Na, videón kívül addig variáltam, míg rájöttem, hogy mi a... A baj, az a baj, hogy baloldali margót mondott, baloldali belső margót. Tehát a szélesség az jó volt, de nem bal... Tehát belső margót kell állítani, abban igaza volt, csak nem a baloldalit, hanem a jobb oldalit. Na. Padding. Right. És akkor fog úgy kinézni, mint ahogy az ő mintájában volt. Jó, hát én itt nyilván itt próbálgattam különböző beállításokat, azért
de így hasonlít 100%-ba a mintába, tehát kicsit el van írva a feladat, mégpedig ebben biztos, hogy volt hiba. Ugye itt a felsorolást meg fordítva csináltam meg, tehát először raktam bele felsoroláspontba, azt pedig egy hivatkozásba, ahol ott fordítva kellett volna, hogy először hivatkozás, és aztán felsorolás pontja. De most így jó. Tehát így egész használható már. Sőt, nem így egész használható, hanem így teljesen jó a feladat megoldása. Tehát tök ugyanúgy néz ki most, mint ahogy a mintában van. Tehát itt a minta. Itt a minta. És itt van az, amit most már én készítettem. Ja, azért mutatja a home-ot, mert rákattintott a home-ra, és akkor a home van megnyitva. Ugye classes van megnyitva. Mindig az éppen aktuálisak mutatná, ha az lenne megnyitva, de hát... Igen. Hát kész a feladat. Forrásokat is mind a három feladatnak, az előző kettőnek is a forrását... kész feladatnak a forrását föl fogom tölteni egy drive linkre, és akkor ott elérhető lesz.